Sziasztok! Ebben a videóban kicsit a szórakozás kerül előtérben, nincs most előttem semmilyen gép, ugyanakkor mégis egy olyan kis zenelejátszót láthattok itt előttem, amelyik teljes körűen megállja a helyét egy műhelyben is, nem csak szabad téren bármilyen egyéb foglalkozáshoz, de nyugodt szívvel bármilyen körülmények között tudjátok használni, úgyhogy kezdjünk is bele, ha kíváncsi vagy, tarts velem a videóban! Esetemben én nem rendelkeztem a műhelyben semmiféle rádióval, semmiféle zenelejátszási lehetőséggel, én telefonról zenéltem, úgyhogy kerestem egy olyan berendezést, ami által a telefon egy kicsit távolabb tud tőlem kerülni, kevésbé éri mindenféle behatás, olyan arany középút, amit kompaktságából kifolyólag tudok bárhol használni, tehát akár kint a kertben, be tudom dobni a táskába, el tudom magammal vinni kirándulni, vagy bárhova, illetve ami a legeslegfontosabb volt, hogy műhelyen belül bírjon mindenféle terhelést, ne legyen vele probléma, és akkumulátoros legyen. Úgyhogy így jutottam el a Graphite-nak a kis műhely rádiójához. Alapjáraton megszokhattátok tőlem, hogy ezeken a bemutató videókon nem ragadok le konkrét márkáknál, felületesen érintem, de inkább átfogóan beszélek róluk. Megpróbálom itt is, de sokkal jobban előtérbe fog kerülni ez a kis Graphite hordozható zenelejátszó készülék. Szóval, ugye induljunk ki abból, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy voltak. Helyhez kötve, hogyha valaki csak egy azon helyiségbe szeretné a zenét hallgatni, akkor ugye hagyományosan magnó által, vagy bármilyen más zenelejátszási lehetőséggel. Ugye, ahogy haladunk a korral, minél jobban van szükség inkább ugye Bluetooth-ra. A hagyományos magnóknál ugye nincs erre lehetőség, CD, kazetta, a fiataloknak ugye furcsa ezeket hallani, azt tudják, mi az, hogy kazetta. Szóval CD, kazetta, esetleg AUX kivenet által ugye különböző lejátszókat tudunk még hozzá csatlakoztatni. Viszont, hogyha fontos számodra, hogy nem csak mondjuk az adott helyiségben használod, hanem mondjuk viszed magaddal a munkába, festő, könyves, teljesen, tehát mondjuk az építőiparban dolgozó, vagy bármilyen iparban, ahova szeretnél magaddal a zenelejátszót vinni, ugye nem feltétlen nem akarok most márkát mondani, elhíresült, hasonló kis hordozható készülék. Ugye árérték arányban, hiába kimagaslóan jó a minősége, de árérték arányban nagyon jó gépeket, nagyon jó konkurenseket lehet találni, viszont sokkal olcsóbban. Ha szeretnéd ugye magaddal vinni munkába, kitelepüléshez, teljesen mindegy, bírja a craftot, akkor lehet kapni már akkumulátoros gépeket, amiben, hogyha rendelkezel egy akkumulátoros családdal, akkor ugye könnyedén belerakod a megfelelő akkumulátort és tudod üzemeltetni, vagy ugye hálózatról kell használni. Előbbinek, illetve utóbbinak megvan a maga előnye, illetve hátránya. A hálózatról akár egész nap tudod hallgatni, hogyha tudod vételezni az áramot. Akkumulátorosnál ugye behatárol az akkumulátoridő, tehát ugyanúgy tölteni kell, hogyha lemerül, lehetnek akkor csöndes, pufferes idők. Specifikáció is közrejátszik olyan téren, ha attól függ ugye az ember mennyire mozgulódik az iparba. Nem mindegyik vízálló, nem mindegyik ütésálló, nem mindegyik porálló. Például, ha mondjuk van egy festő, aki rengeteget csiszol, ugye porol, és nem porálló gépet vett, arról hallgatja a zenét, akkor egész egyszerűen tönkre fog menni. Saját példámból kiindulva, én ugye szerettem volna egy kompakt gépet vásárolni, és ahogy említettem, ugye tudjam A-ból B-be vinni, nem feltétlen csak a műhelybe használni. Kis helyet foglaljon, és vele párhuzamban azért a minőség rovására ne menjen, tehát megfelelő hangszóróval rendelkezzen, plusz árérték barát legyen. Legtöbb esetben a mai modern világban ugye YouTube-ról hallgatja az ember a zenét, Spotify-on, vagy tárolja az adathordozóján.
Ugye a legjobb, legoptimálisabb, hogyha Bluetooth-szal rácsatlakoztok, és ugye tudjátok már is hallgatni. A kompaktságából kifolyólag ugye nem szerettem volna, hogy sok helyet foglaljon a műhelybe, továbbá rendelkezik olyan védelmi tanúsítványokkal, ami esetemben kiválóan alkalmazható, sőt, igazániból iparban bárki számára megfelelő. Porálló, vízálló IP65-ös tanúsítványa rendelkezik, ez azt jelenti, hogy olyan mértékben vízálló ez a hangszóró, hogy 3 méter mélységben fél órán keresztül teljesen zártak a cellák, úgyhogy sehova nem jut be semmiféle nedvesség, ergo nem fog tönkre menni. Értelemszerűen a 24 órára benne hagyod egy vödörbe, az nem tesz neki jót, de hogyha kint vagy szabad téren, akár egy kerti sütögetés, kirándulás, bármi egyéb, elkap az eső, beleesik egy vödör alkoholba a hangszóró, véletlen rálőttjen a sör, vagy bármi egyéb, beleejted véletlen mosogatáshoz, a hölgyek használják mosogatásnál, aztán bele lökik véletlen könyökkel. A mosogatórébe nem fog baja esni, ugye bírja a strapát, ezáltal nagyon jó kis hangszórónak mondható. Minőségét nehéz lesz majd produkálni, ugye minden ilyen videófelvételen romlik a minőség, nem lehet visszaadni azt a teljes valóságot, amit a gép nyújt, nem mindegy, mind hallgatod, telefonon, fülhallgatón, számítógépen, nem mindegy, ugye nekem is a mikrofonomnak milyen a minősége. Alapjáraton ez a kis termék 2x5 wattos hangszóróval rendelkezik. Én azt mondom, hogy egy 10 watt teljesen korrekt hangerővel van olyan téren, hogy akár egy kerti partin is megállja a helyén. Hogyha a műhelyben használod, gyönyörűen átvisítja kisebb gépeknek a hangját is, tehát nem hinném, hogy kell lennie ennél több. Nagyobb térben is nagyon jól szól. Van ilyen kis praktikus hordozója, úgyhogy ha a kiránduláshoz viszed magaddal és ott szeretnéd hallgatni, ugye tökéletesen tudod hangoztatni, fel tudod akasztani táskára, bármi egyébre. Ami még szempont volt nálam, bár sajnos ahol lakunk, ott árnyékolva van a falu, úgyhogy nem igazán van rádióvétel, vagy legalábbis csekély. Ez a kis gép például olyan pici antennával van szerelve, hogy rádiót nem tudom használni, de alapjáraton engem nem is érdekel, mert Bluetooth-on szoktam, pillanatok alatt csatlakozik a telefonhoz. Töltési lehetőségünk, illetve egyéb foglalatoknak a hátulján van kialakítása. Egy micro USB töltési lehetőségünk, ez lehetne mondjuk egy USB-C-s kialakítás, de sajnos ez van. Van egy AUX kimenetünk, illetve SD kártyát is tudunk belehelyezni. Ezen kívül ütésálló is a kis hangszóró, úgyhogy körbe nagyon vastag gumirozással van ellátva. Nyugodtan elejthetem, semmi baja nem lesz. Egészen körbeöleli, úgyhogy nagyon szépen védve van. Nagyjából olyan 12 méter távolságra lehet alkalmazni, úgyhogy nagyon sokszor én például a kert közepén leszoktam rakni, és onnan zenélek. Egyrészt a telefon a wifi-vel nagyjából úgy van behatárolva, és akkor onnan még nyerek 12 métert. Körülbelül középen lehelyezem, és tökéletesen körbe mindenhol hallom őt. Úgyhogy műhelyben 100%-osan megállja a helyét, el lehet vinni bármilyen munkakörülményhez, tökéletesen tudjátok használni, mivel kompakt, megfelelő hangzást is ad, és árérték arányba szerintem verhetetlen. Hogyha más a véleményetek, vagy van más javaslatotok, én mondjuk ezt egy másfél éve vásároltam, ezt a kis berendezést, ezt a kis hangszórót, azóta lehet, hogy már jött ki valami újabb a piacra, nyugodtan írjátok meg leírásba a videó alatt, illetve ha szeretnétek vásárolni egy ilyen hangszórót, akkor látogassatok el a Profi Barkácsnak a weboldalára, ott megtalálhatjátok, meg tudjátok rendelni. Ajánlatom szerint én nagyon szeretem ezt a kis hangszórót. Iratkozz fel a csatornánkra, ha nem tetted még meg, hogy ne maradj le a friss kis tartalmainkról. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Találkozunk a következőnél. Addig is ne felejtsd, balesetmentes, zenés
profi barkácsolást kívánok. Sziasztok!